mindenkit ma esti koncertünkön a Barsi Bárdos Lajos vegyeskör és a Gyulai Erkel Ferenc vegyeskarnak a közös ünnepi koncertjén, mely hangverseny Bárdos Lajos 125. születési évfordulója tiszteletére ajánlottunk. Valamikor a tavasszal vagy nyár elején beszélgettünk kertésztanárról arról, hogy itt lesznek Gyulán átutazóban, néhány napot itt töltenek a környékünkön a kórussal, és hát milyen jó lenne, hogy lenne egy közös koncertünk, hát ez valósulhat most meg nagy örömünkre, úgyhogy nagy szeretettel köszöntöm még egyszer a Bárdos Lajos kórust és Kertész Attila tanárurat itthon. Hadd mondjam el, hogy nekünk nagy örömre szolgál, hogy mint Gyula szülötte, 15-16 évvel ezelőtt már itt járhatott a kórusunknál tanárul, és hát egy csodálatos hétvégét töltöttünk akkor is el, egy intenzív kórus volt, aztán ez most 2 évvel ezelőtt, ha jól emlékszem, megismételhetünk, sőt, akkor még 2 ízben is itt járt tanárul, úgyhogy ez nagyon felüdítő volt a kórusunknak ezek az emlékezetes hétvégék. Nem elsősorban, vagy a kórusait is hallani tanárúrnak, akikkel itt lehetett, és hát bízunk benne, hogy ma este is egy csodálatos estének nézünk elébe. Én nem szaporítom tovább a szót, még egyszer nagy szeretettel köszöntöm itt Gyulán önöket, és átadom a szót Gyajáné Pressing Mónikának, a Barsi Művelődési Központ munkatársának, aki a ma estét konferálja. Fogadják szeretettel. Kedves közönségünk, engedjék meg, hogy a Barsi Bárdos Lajos vegyeskar nevében tisztelettel köszöntsem Önöket a hangversenyünkön. A Barsi kórus ezúton szeretné köszönetét kifejezni Gyula város vezetésének és kórusának, az Erkel Ferenc vegyeskarnak, hogy vendégül látják a Barsi kórus és lehetőséget adnak a közös ünneplésre. Együttesünk először énekel Erkel városában külön-külön számukra, hogy Gyula város karnagyunk Kertész Attila szülővárosa is. Engedjenek meg pár szót a mi kórusunkról is. 1991-ben a Barsi Zeneiskola pedagógusai oldalon a város zenekedvelő polgárai óra alakult meg a Bárdos Lajos vegyeskar. Pontosabban az elődje a Barsi Városi vegyeskar. Az együttes 2007-ben vehette fel Bárdos Lajos nevét a jeleskar nagy Pauker Zoltán kezdeményezésére. Tóth Krisztina művésztanár az énekkar titkára, alapító tagként szervező munkája mellett a mai napig kiemelkedő tudású szólistája és zongora kísérője az együttesnek, akit a ma este folyamán hallhatnak is. 2005-ben Somogy megye közgyűlése Somogy polgáraiért kitüntetésben részesítette az együttest. A Bárdos kórus fennállás alatt törekedett az interkulturális kapcsolatok ápolására. Magyarországi, horvátországi, erdélyi és ausztriai kórusokkal építetti baráti kapcsolatot. 2022. szeptemberre óta Kertész Attila a Bécsi Tudományegyetem művészeti karának tanára, Liszt díjas karnagy irányítja a kórust. Munkájának köszönhetően számos kiemelkedő szereplést juthat maga mögött az együttes. 2022. novemberében Kodály emlék hangversenyt, 2024-ben Bárdos emlékhangversenyt szerveztek kiváló vendégegyüttesek meghívásával. A Magyar Bárdos Társaság Központi Ünnepségén Budapesten díszoklevelet vehettek át a Bárdos kultusz értetéséért, a Bárdos kompozíció rendszeres bemutatásáért. A 2023-as esztendőben nagy sikert arattak a Pécsi Dalos Napon, a Dél-Dunántúli regionális kórus találkozón Barcson, majd Nagyatádon a Dél-Somogyi Fesztiválon. Emlékezetes szerepléseik voltak a Siklósi Tenkes Fesztiválon, valamint Sázson a Vidám Kórusok Nemzetközi Fesztiválján. Minden évet a hagyományos városi karácsonyi koncerttel zárja a Bárdos Lajos vegyeskar. Kedves közönségünk, engedjék meg, hogy felkérjem a Barsi Móri Zsigmond Művelődési Központ igazgatónőjét köszöntője megtartására. Nagy örömömre szolgál, hogy a Barsi Bárdos vegyeskar fenntartó nevében üdvözölhetem
a fellépő kórusokat, karnagyokat és minden kedves vendégünket. Karai szavaival élve, mai estői nótázásunk apropója Bárdos Lajos születésének 125. évfordulója. Bárdos a 20. századi zeneélet egyik legnagyobb hatású alakítója és kiváló pedagógusa volt. Zeneszeretetét édesanyjától örökölte. Bár ő maga zongorázott, biztatására fogott a kis Bárdos Lajos 10 évesen hegedűt, amit kezdetben nem igen kedvelt. A hangszer csak évekkel később, 17 évesen szerette meg, amikor egy kamara muzsikáló társaságban második hegedűsként ugrott be. Aztán, amikor vasárnap összeültünk és megszólalt a négy hangszer együttese, feltárult előttem a zenei Magyarország, mondta egy visszaemlékezésében. Kezdetben azonban nem a muzsikát látta az életünk, mivel a reál tárgyakhoz is volt vonzalma és tehetsége, mérnök apja példáját követve a Műegyetem gépészmérnöki karára iratkozott be. Ám hamarosan zeneszeretete kerekedett felül, és Brácsával felvételizett a Zeneakadémiára, ahol azonban abban az évben Brácsa szak nem indult, ezért a zeneszerzés szakra iratkozott be. 1925-ben Kodály Zoltán legendás osztályának tagjaként végzett. Friss diplomás zeneszerzőként néma filmekhez adott hegedű kíséretet a mozikban és kottákat másolt. Zenepedagógiai munkáját egykori középiskolájában, az Attila utcai gimnáziumban kezdte, ahol tankönyvet mellőzve saját módszert fejlesztve, népdalok és kánonok éneklésével próbálta a diákok érdeklődését felkelteni a muzsika iránt. Bárdos Lajos vezette az első magyar oratórium kórus, a Palesztrina kórus és a Cecilia kórus, amely 1941-es egyesüléséből alakult a Budapest kórus. 1931-ben egyik alapítója és 1950-ig szerkesztője volt a Magyar Kórus című folyóiratnak. Nevéhez fűződik az országossá terebélyesedett éneklő ifjúság mozgalma. Bárdos Lajos zeneszerzőként egyházi jellegű miséket és himnuszokat is írt. Legnépszerűbb egyházi műve a Liberáme, amely eredetileg Dienes Valéria Mozgás Színházához írt. Munkásságát 1953-ban Erkel Ferenc díjjal, 1954-ben érdemes művészi címmel tüntették ki. 1955-ben Kossuth díjat kapott, 1970-ben kiváló művész lett. 1984-ben Bartók Pásztori díjban, 1999-ben Posztumusz Magyar Örökség díjban részesült. 1948-ban a Szent Gergely lovagrend kitüntetését vehette át 12. Piusz pápától. Mindezen sokoldalú munkássága mellett feleségével, Balicki Irénnel 11 gyermeket neveltek fel. Két infarktus után 1966-ban a tanítástól is visszavonult, de zenetörténeti, stilisztikai, karvezetési és énekpedagógiai előadásokat azonban szinte élete végéig tartott országszerte. Bárdos Lajos 1986. november 18-án halt meg Budapesten. Emlékét őrzi az 1987-ben megalakult, róla elnevezett társaság, valamint több iskola viseli nevét a hazai kóruskultúra fontos eseménye a Bárdos Lajos zenei hetek. Hölgyeim és uraim, a mai estéhez jó szórakozást kívánok! Kedves közönségünk, és akkor kezdődjék a műsor. Mi alatt a Bárdos kórus felvonul ide a pulpitushoz, elmondanám, hogy mit fognak énekelni. Műsor első blokkában három Kodály hűbe szólaltatnak meg, elsőként a János köszöntőt, majd a női karok előadásában Kodály intermezzója következik, végezetül az utolsó Kodály előadásuk 150. Genfi Zsoltár lesz. Műsoruk második blokkjában Szokolai Sándor, Miniatűr kantátáját és Dalóczi Bárdos Tamás tavaszi leánytáncát fogják elénekelni, melynek alcíme In Memoriam Bárdos Lajos.
ezzel a dallal a 2019. augusztus 27-én 5 éve elhúnyt Daróczi Bárdos Tamás Erkelbi a zeneszerző karnagy előtiszteleg a kórus. Vezényel Kertész Attila Kriszt Díjas karnagy, zongorán kísért Tóth Krisztina művész tanár. Thank you.
röviden elmondanom, hogy egyik pécsi látogatásakor Kodály meghallgatta a Mecsek együttes Péter, akik zenekarból álltak, egy magyarul kórusból álltak, és egy táncsoportból. És aztán jutott neki eszébe, hogy meg kellene próbálni átkomponálni úgy a darabot, hogy a Mecsek együttese Feri Alkassa, Árnyék Jánosnak ugye az intervenzióját, amit most között hallottak. Úgyhogy ennek nagyon erőteljes pécsi kötődése van, nagyon örülünk neki, és aztán 1953-ban meg is szólal Pécset, óriási sikere volt, tánc koreográfiával nem kisebb, mint Rávai Miklós volt a koreográfus, tehát egy nagyon szép este volt, ezért ez az érdekesség, amit most a nőjük arra előadtunk, és akkor igen, akkor a 150-en Oh,
Daróczi Bárdos Tamás édesapja emlékének szentelte a következő darabot. Hallgassák meg a darab eléggé kedves mondatait. Ezt a művet apám emlékének szentelem. Igyekeztem az ő szellemében megírni, tehát dallamos, könnyen énekelhető szólamokkal gondolkodni. Az életörömnek, optimista világnézetnek, a friss népi humornak teret adni. Azzal is jelzem a rávaló emlékezést, hogy a kódában felvillantom a tanadana kezdő motivumát. Nem állhatom magam azzal, hogy elértem apám műveinek színvonalát, de nagyon remélem, hogy előim szerint előadóknak és hallgatóságnak egyaránt tömeg szereztem, és talán megteremtettem a siker lehetőségét.
következőben Tillai Aurél, Zentő Ferenc című szerzeménye következik, szólót énekel Tatai Adél, végezetül a Bárdos Kórus utolsó műsorszámaként hallgassák meg Bárdos Lajos Széles a Duna című szerzeményét. Zongorán közeműködik Tóth Krisztina, vezénye Kertész Attila. Thank you.
kiemelkedő és leginfluzánsabb része az összkarra, amelyben az összes fellépő kórus egyszerre énekel. Ma a Bárdos Lajos egyeskar és az Erkel Ferenc kórus három zeneművet fog énekelni együtt. Elsőként Erkel Ferenc szép örökből című szerzeményét, melyet vezényel Pernaki Attila, zongorán kísért Tóth Krisztina. Ezt követően Bárdos Lajos Tornatana színűvét hallgatják, vezényel Szerkész Attila, Szias Karnak. Műsorunk zárásaként pedig vele hallgassák Valami József esélyi tornatási szerzeményét, vezényel Szerkész Attila, zongorán kísért Tóth Krisztina. Elnézést kérek az első műsorszámot, az Erkel Ferenc szép örömkörcű szerzeményét, zongorán kísérleti Podozsó Norbert.